Sziasztok! Nagyon sokan várták Eli és Joel kalandját, a The Last of Us sorozatot, amit az HBO alkotott meg nekünk, a Chernobyl, illetve az eredeti játék alkotógárdáinak segítségével. Mind a két gárda a saját műfaján belül nagyot alkotott. Chernobylnál összehozták nekünk a drámai katasztrófa minisorozat kategóriáját, és úgy, ahogy azt nem is sokan gondolták volna, annyira szuperül. A máskornak pedig már egy amúgy is állítólagosan, mert én nekem nincs PlayStation-em, de én nem játszhattam. Hamarosan ugyan PC-re is megjelent, de az állítólagosan nagyon szuper történettel, átélhető történettel és szeretető karakterekkel rendelkező Last of Us. Ugye klasszis alkotógárdájának történetírója is segített a sorozat elkészítésében. Ütemszerűen haladt egyébként a sorozat fejlesztése és forgatása, ahhoz képest, hogy azért a pandémia és a nehéz gazdasági helyzet is közbeszólhat, mégis egész jól meg tudták oldani a dolgokat. Nagyon sokan felhördültek, hogy hú, Joel-t ugye Pedro Pascal alakítja, és nagyon hasonlít a játékban látott szereplőhöz, ami szerintem teljesen igaz, valamennyire hasonlít, de főleg belülről hasonlít, és az az igazán lényeg, és az, hogy nagyon jól játszik. Legalábbis az első epizód alapján, ilyen most az első epizódról fog szólni, ez a kis szösszenet bemutató ismertető. És nagyon sokan, még többen utálták Elit játszó, az Elit játszója Bella Ramsey-t. Játszott ugye a Trónok harcából, mindenki imádta amúgy, de hát ott nem volt előzetes karakter, hanem ha jól emlékszem, részben ugye benne volt a könyvben a karakter, de részben hozzátoldotta. És nagyszerűen helytállt. Ugyanaz ő outrója is egy kicsit felemás lett, de a sorozatban, de azért nem volt vele nagy gond. Ő volt tényleg a medve sziketeken, az egyetlen erős, kemény lábon, talpon maradt vezető, annak ellenére egy fiatal és lány volt. Bár most bejelentette a színésznő, hogy ő genderfluid, azaz néha nő, néha férfinek érzi magát, vagy néha egyiknek se, vagy mindkettőnek. No mindegy, de ezen lépünk túl, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy Bella Ramsey tök jól hozza azt a egyébként cserfes, nagyszájú lányt, aki mondjuk állítólag a játékban nem ennyire nagyszájú, legalábbis én így hallottam, nem tudom, hogy ez így van, ne kérlek, ha ez nem így lenne, vagy valami, akkor cápoljátok meg a komment szekcióban. De itt egy kicsit túlontúl sokat káromkodik, túlontúl nagyszájú, erőszakos és olyan fura. Nem annyira szimpatikus most még az első résznél, lehet, hogy ez is volt a cél, nem tudom. A játékban, mintha legalábbis egy-két végigjátszás videó alapján és kép alapján szimpatikusabbnak tűnt, de ha nem így van, akkor kérlek, cápoljátok. Viszont jól hozta ezt a figurát. Azt nem tudom, hogy mondani, igazán kedvelhető egyelőre a karakter, és a második részben a játékban igazán ő a főszereplő, itt még igazából Joel, ha jól tudom a játékban, és hát ugye valószínűleg a sorozatban is inkább ő rajta lesz a hangsúly, ő az, akinek ugye el kell minden egy bizonyos pontba Elit. És az az a rész, a második fele az első epizódnak, ami egy kicsit unalmas és vontatott, ahol csak konkrétan egy bevezető 5-10-20 percet kapunk körülbelül a következő epizódhoz, ahol majd igazán indul a kalandjuk és utazásuk és missionük, küldetésük. Itt főleg, ami igazán erős, és szerintem a lényege az epizódnak, az az első fele, amelyben sokkal részletesebben, ha jól tudom, megtudjuk azt, megismerjük azt, hogy mikor, hogyan, miért, milyen átélésben élhettük át ezt a katasztrófát, vagy élhették át azok a katasztrófát, akik túlélték egyáltalán, és akik nem, azokból is láthatunk pár eléggé undormányos 18+-as képernyő sort, úgyhogy azt kell mondanom, hogy ez eléggé látványos lehet, hatásos, nagyon jók a kamera használatok. Tehát bent ülünk az autóban, mint a hátsó ülésen lennénk, aztán ez a játékban is benne van, de most ebben meg teljesen biztos, de ezt onnan vehették. Hát nagyon sok egyébként jelenet sort a játékból vettek állítólag át egy az egyben, és pár szöveget is konkrétan. Lehet, hogy már az epizódban, az első epizódban is van ilyen. Akkor megismerhetjük nagy bátyját, ugye a kislánynak, hiszen itt a kislány a főszereplő karakter, ugye Joel kislánya, aki, hát ez nem hiszem, hogy annyira spoiler, de drámai véget ér, mert ez már a 20. harmadik felületben kiderül, de szegénynek drámai sorsa lesz, és ez erős hatással van Joelre, ami a későbbi is a második felében az epizódnak látszik és látszódik, és ami a pót, apa pótlék lehet, vagy mostoha apja lehet akár Ellie-nek, legalábbis ez az én tippem. Ez végülis egy klasszikus és részben már sokszor látott ismertelem, az is, ahogy az apokaliptikus zombi imázó elindul, elég csak gondolunk a 2003-as, amikor a történet szerint a zombi apokalipszis elindult. A 2003-as Holtak hajnal a Zack Snyder film volt, az első olyan film Zack Snyder-től, ami nagy sikert tartott, és az első igazi nagy debut rendezése volt.
és ott is volt egy hasonló feeling számomra, ugye 28 nappal és héttel később, és lehet sorolni egy csomó olyan film, tehát maga az alapvető tematika az annyira nem volt újdonság, viszont az ahogyan bemutatták, és a megvalósítása, amely nagyobb költségvetéssel alakult ki, mint az előbb említett filmeknél így 20 év után, azért látványosabb volt, jobban megoldott. Gabriel Luna alakítja amúgy Joel nagybátyját, akit itt elkezdtem hirtelen mondani. Én alig ismertem fel elsőre, hogy ő volt a gonosz Terminátor legutolsó Dark Fate sötét végzett Terminátorra. Jól hozta a figurát, bár nem sokat láthattuk. És az is tetszett, hogy azért a mellékszereplők is olykor fontos pillanatokat kapnak, így valószínűleg őket is majd tovább fogják vinni már, akit majd lehet még gondolom a következő epizódokban is, tehát többféle karakterrel foglalkoznak, hangulat, világépítés van jelen ebben az első epizódban. Ilyen szóval egy kicsit érezhetjük túl hosszúnak ezt a 80 perces első részt, de ebben építik fel az alapkaraktereket és a mellékszereplőket, és az alapfelvetést a sztori szempontjából, a múltat, a drámai eseményt egy Joel lányával, és megismerjük azt az apokaliptikus világot, ami kialakul részben. Tehát itt indítják el nekünk majd, csak igazán a kalandokat hamarosan. Ez annak a felvezetése, bevezető tutorial intro videója mondhatnánk viccesen, ha egy játékról mesélnénk, de egy játék sorozat adaptációról mesélünk, és állítólag, akik játszottak a játékkal, olyan sok nagy különbséget, változást nem is annyira vettek észre, persze vannak benne, ami nekik is jó, hiszen való újdonságot nekik is kell kapniuk. Aki pedig nem látta a játékot, majd kedvet kap hozzá ezek után, hogy azzal is eljátszol. Ugye márciusban olyan felújított PC-s verzió is amúgy. Ami még újdonság lehet a játékhoz, ebben nem vagyok biztos, csak gondolom, mert nem játszottam a játékkal, hogy 1968-as pillanatra elévedünk, egy majdnem 3-4-5 percre ég, ahol is beszélgetnek nekünk a vírusok, a baktériumok és a gombák különbségeiről, illetve a gombáknak a szaporodási metodusairól, a spórákról, arról, hogy egy bizonyos gomba a nagy felmelegedés hatására akár sokkal súlyosabb hatásokkal érhet minket, embereket is akár, és ugye ez valósul meg 2003-ban. És milyen érdekes, hogy ez a gomba, az a gomba, amit Our Planet Earth, bolygónk a Föld című nagyon csodálatosan fényképezett David Attenborough sorozatból vett a játék sztori írója, és aztán egy ideig is átemelték. Ez egy létező gomba, amely megöli tényleg a rovarokat, rovarokból jön, rovarokra jön, és tényleg zombítja őket valamilyen szinten, viszont emberekre nem hat negatívan, sőt vannak pozitív immunrendszerbeli hatásai állítólag minimális mennyiségben, de innen vette a készítő ezt a gombás ötletet. Ugyan a játékban állítólag a spóra hatásnál sokkal jobban, könnyebben terjed, ide-oda fröcskölődik, és ezért is sokszor ugye használnak lélegeztetőt is, maszkot. Itt az nem akartak majd, hogy nézett volna ki, hogyha az egész sorozatban lélegeztető maszkot vannak mindig a karakterek, így végül ezt elvetették, és igazából csak a harapás, a hozzáérés, ilyesmi fertőz igazán. Ez mondjuk a klasszikusabb zombi filmek felé viszik kicsit el, véleményem szerint jobban a dolgot, a metódus, de attól még biztos jól működhet a következő részekben. Egyébként az évadról már sokan kritikát tettek ki, ami az érdekes, mert az HBO a legtöbb streaming szolgáltató nem szokott egész évadokat kitolni, ha csak az nem a Netflix, és ugye ezt a szisztémát tolja továbbra is, hogy egy évadot azonnal kiad. A többieknél ez nem szokott jellemző lenni. Valószínűleg magabiztosak voltak az HBO készítői, egyrészt, másrészt pedig látták azt, hogy jó a termék, jó a sorozat, illetve ott volt egy olyan háttéranyag, hogy nagyon sokan ismernek már a PlayStation játékból, és a készítők is az igazakodásra adhattak okot, meg ugye a költséget is, úgyhogy időtöttek, akkor úgy látszik, kiadják inkább az egészet. És az annyiban jónak bizonyult, mert látszik az, hogy itt előre még jó pár epizódunk lesz, ugye 9 epizód lesz összesen, és most csak az elsőt láthatok, ami hosszabb volt, a továbbiak azok ilyen 50-60 percesek lesznek, ha jól tudom, azok már rövidebbek, és végig visznek minket azon a küldetésen kalandon majd elvileg, amin ugye Ellie-ek keresztül mennek. Az ő kapcsolatuk Joel-el is valószínűleg szépen fog majd változni. És általában nagyon realisztikus, hogy ezt megoldották a játékban, az is nagyon realisztikus, hogy a különböző társadalmi kapcsolatok, hatások, különböző emberi kapcsolatok hogyan alakulnak a különböző csoportok kapcsán. Hiszen láthatjuk már itt az első epizódban is, hogy a 10 bogár, vagy hirtelen most nem elég szaporosan, ahogy volt magyarul fordítva, egy szinkronnal nézve. Egyébként nem olyan rossz a szinkron, de lehetett volna még akár jobb is. Tehát a 10 bogár csoport egy ilyen fanatikus csoport, akik nem igazán kedvelik a katonákat, akik próbálják őrizni a biztonságot, őrizni a vidéket, hogy ne terjedjen még gyorsan, még tovább, még több emberre ez a fertőzés. Láthatjuk azt a 2003-as kitöréskor, hogy akkor még elég labilis fiatal katonák sajnos miket művelnek.
és eléggé negatívan hatnak ezek a hatások utána a különböző szélsőségesen kialakult csoportokra, hiszen a katonák sajnos néha nem angyalokként viselkednek, és elég dura dolgokat is tesznek. Ezt láthatjuk a 2003-as visszamerengésben. És itt ugye a 20 évvel később, amikor folytatjuk kalandjainkat, tehát gyakorlatilag három idősükben járunk ilyen szempontból, és már az idősödő, bárcsak őszülőnek tűnő Pedro Pascal Joelje is pontosabb teret kap újfent. Itt láthatjuk azt, hogy a katonákkal szemben ezek a különböző csoportok kialakulnak. És állítólag a játékban nagyon sok ilyen fajta csoport van, vannak ilyen rabló csoportok, vannak olyanok, akik inkább renegátok, nem alapvetően gonoszak, de nem is igazán jók, ilyen semlegesek. Vannak, akik a katonákat és az átlag embereket utálják, vannak olyanok, akik a szörnyektől próbálnak mindenkit megvédeni. Nagyon sokféle csoport van, ha jól tudom. Itt még nem olyan sokat láthattunk, vagy csak a tűzbogárt, vagy milyen nevű tűzbogár nevű csoportot, illetve pár mellék karakter. És hát azt is láthattuk, hogy látványvilágilag milyen erőteljes a sorozat, hiszen ahogy bomlik le a világ és növi be a növényzet, a Föld visszafoglalja bizonyos helyeit az általunk épített mesterséges épületektől és mindentől, ezt láthatjuk. Azt is láthatjuk, ahogy a világban az emberek és a társadalom kezd nagyon durván beszűkülni, megváltozni, mindenki így csak magára gondol, a túlélés lesz a fő szempont, és amiatt kicsit dehumanizálódunk, igazából így mondanám, szép idézőben magyarosan, úgyhogy ez is jelen lehet majd még továbbiakban is szerintem. Hát vannak még érdekes karakterekkel, majd találkozhatunk. Itt igazából csak a fő karakterek, illetve mellék karakterek kerültek fontosabb szerepkörre, illetve kísérletezgetések gyanúja állhat fent, amelyek még misztikumot, érdekességet hozhatnak. Egyrészt Ellie-vel is lehet, hogy ezt akartak, vagy akarnak majd, nem tudhatjuk. Illetve van egy kisfiú, ha jól hiszem kisfiú, és nem kislány, aki megjelenik viszonylag az epizód elején. És ha jól láttam, szegény később már halott állapotban kerül ki, de valószínűleg valami kísérleti laborból, legalábbis az én gyanúm, nem hiszem, hogy a zombi költék, meg nem is mutatták. Nem tudom, melyik a már zombi. Elég érdekes, mert 18 pluszos karikát én először nem is gondoltam volna, azt hittem, hogy 16-os lesz a sorozat, ennek ide 18-as lett, és amikor a zombis jelenetek vannak, akkor eléggé durván érthető ez. A kamera eleve használja azt a metódus, hogy sokszor vágatlan szerűen látjuk a jelenet sorokat, és amikor fut egy-egy karakter, a zombi oldalról, hátulról követ is, ezt folyton látjuk a kamerával követve, de nem kézikamerás stílusban, hála az égnek, vagy amikor ugye beülnek az autóba, ahogy mondottam, és lehetne sorolni, ezek eléggé hozzáteszik a feelinget az adott jelenethez, mert te is ott lennél a jelenet sorban, nekem, hogy ilyen szerencsére annó 20 éve nem történt. És a hanghatások ugyanezt segítik, a zene, ami számomra mondjuk nem annyira ikonikus, én Santo Ala zenei pittyeges stílusát, a legtöbb filmjében nem annyira kedveltem eddig se. Fő téma nem rossz, de számomra semmi különös, tehát nem volt meg annyira a zene, mint a Rings of Power-be, akár a Trónok harcában annó, lehetne még sorolni a jó pár sorozat, ahol sokkal jobban megfogott a zene a Wheel of Time-nál. Lehet, hogy ezek a sorozatok más dologban egyike sokkal gyengébbek, de például a zenei és látványi dizájni szempontból azért nem gyengé. Itt egy kicsit ilyen szempontból én egy kicsit hátrányt érzek, de a hanghatások nagyon durvák, akár legyenek azok a környezeti hatások, tűz, robbanás, zombi hangok és sorolhatnám. Vagy például nagyon durvák a hadi katonai repülőgépeknek a hangjai, ahogy részletesen hallhatjuk, hogy éppen közelednek és szinte robban az ég. Nem tudom, nagyon jól megcsinálták, úgyhogy én már a hangokért is díjjelölést legalább adnék a sorozatnak. És tényleg nagyon jól játszanak össze a karakterek, és hát maguk a színészek jól hozzák a szerepeiket. Csak a lánya állítólag nem annyira hasonlít a játékbarátodhoz, de nekem akkora probléma nem volt bele, mert nem állítottam az elakadtásától el, viszont nagyon szomorú volt ez a drámai eset, amiről meséltem. Viszont tényleg Joelként Pedro Pascal igazán kedvelhető karakter is jól hozza szerintem, hasonlóan valószínűleg, ahogy a játékban láthattuk. Ugyanígy van Bella Ramsey, aki egy feltörekvő színésznő, és úgy vélem, hogy még nagy jövő áll előtte. Várom azt, hogy mi vár ránk majd a további epizódokban. Ez egy igazán jó kis felvezető epizód volt, azért azt hozzá kell tennem, hogy összességében azért nem szálltam el, tehát egy 8-8 és fél pontnál többet valószínűleg nem adnék a kezdő epizódnak, de egy igazán jó kis epizód. Ha már említett ismerős elemek, egy apokaliptikus zombi kitörés, és ha már említett pót, apa effektus azért sok filmben, sorozatban, játékban volt látható, de az való tény, hogy valószínűleg The Last of Us fogta meg az egyik legjobban, hogy továbbiakban ezt hogy fogjuk majd látni, milyen minőségben, és mennyire fogja meg majd a nézőket továbbiakban is a sorozat, ezt a második epizódtól hamarosan majd láthatjuk. Addig is búcsúzom tőletek, sziasztok!